beöltözés. A steril műtős köpenyt a műtős nő nyújtja át a beöltözéshez. A nyaki részénél megfogva, felfelé tartva hagyjuk magától kibomlani, majd széthajtjuk úgy, hogy a belső része nézzen felénk. Kissé feldobjuk a levegőbe, és mindkét karunkat egyszerre az ujjába vezetjük. A köpenyt a műtős segéd igazítja a helyére, illetve a szalagokat megköti hátul. A jobb oldalon található zsinort jobb kézzel megfogva és magunk előtt vezetve adjuk át. Végezetül a műtős köpeny ujjait megigazítjuk, ha van rajta szalag, akkor megkötjük azokat. A folyamat során végig ügyeljünk az aszepszis szabályaira. Kesztyűhúzás. A műtős köpeny felvételét követően a steril kesztyűk felvételének lépéseit is az aszepszis szabályainak megfelelően végezzük el. A kesztyűt mindig csak száraz kezekre vegyük fel. A műtős segéd két kézzel maga előtt tartva nyújtja felénk a kesztyűt. Kisegítő kezünkkel a felénk eső oldalát belülről húzzuk meg. A száját háromszög alakban feltárjuk, másik kezünket beledugjuk, nyújtott és összezárt ujjakkal. A már kesztyűvel fedett kezünkkel a másik kesztyű külső felszínét meghúzva vezetjük bele abba kezünket, az előbb elhangzottak szerint. A kesztyűk szárait ráhúzzuk a köpeny ujjára. Az utolsó igazítást csak úgy végezzük el, ha már mindkét kezünkre felhúztuk a kesztyűt.